Na, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim, kedves jelentek, a testületi ülést megnyitom, megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk, a Tóth Attila képviselő jelezte, hogy nem tud eljönni egyéb irányú elfoglaltsága miatt, más mindenki itt van. A következőket javaslom módosításként elfogadni, illetve valamiről nem kell szavazni, csak elmondom, külön szavazunk a Szép Erdő Középiskolai Kollégium magasabb vezetőtanácsa megbízásának napirendre lételéről. A hatos napirendi pont, az előbeegyeztős kény, azt levesszük a napirendről. A 19-es napirendi pontot... 18-as. Én a 19-es mondom, előveszem magam a 18-as, ebben a sorrendben. A 19-es napirendi pontot azt a januárra hozza újra az iroda, ezzel egyetért a kezdeményező is, és a 18-as napirendi pontot azt pedig levenni javaslom. Tehát végül is a pluszakról kell szavazni, azt pedig egy a Szép Erdő Középiskolai Kollégium. Azt megkérdezem, hogy ki az, aki helyes mód ezt napirendre, a Szép Erdő Középiskolai Kollégium. Gondolom, nincs javaslat más, amit nem látok, úgyhogy szavazhatunk a napirendekről. Ki az, aki támogatja, hogy az itt feltüntetett napirendi pontokat vitassuk meg? Tíz igen és egy nemmel fogadta el a képviselőtestület a napirendi pontokat. Az első napirendi pont, van-e kiegészítés? Nincs. Kérdése kinek van? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki tudomásul veszi az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadjuk el az előterjesztést. Második napirendi pont, előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről. Itt van-e bizottsági vélemény? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki egyetért az előterjesztéssel? Most én nem tudom, miért beszél mindenki másról. Én azt gondoltam, hogy megkezdjük az ülést, és ide figyelünk. Nem, hát én látom, hogy most is történtek problémák, de én nekem nem jelent problémát a dolog. Tíz igen, nem és tartózkodás nélkül elfogadó az előtes. Harmadik napirendi pont, előterjesztés költségvetési intézmények alapítóokiratának módosításáról. Kérdése van-e valakinek? Kocsis Robert képviselő úr. Először bizony. Akkor hallgassunk bizottsági véleményt. Én azt gondoltam, nincs, mert nem láttam, hogy valaki parancsolja. Mondhatom? Tisztelt képviselőtestület, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta az előttünk található előterjesztést, és egyetértett négy igen szavazattal a... Guszti, az előterjesztéssel, azzal a kitétellel, hogy egyéb feladatok ellátására megbízási díjas személyi foglalkoztatását javasolja, illetve a televízió számára, illetve mind a két média számára önállóságát deklarálja az önkormányzat. Ez a bizottsági vélemény volt. Köszönöm. Igen. Kérdések kinek van?
Ki kíván hozzászólni? Kocsis Róbert képviselő úr. A bizottság ülésen viszonylag hosszan foglalkoztunk ezzel az előterjesztéssel. Ugye itt a két városi média, a Hajdúszoboszló Városi Lap és a Hajdúszoboszló Városi TV további működéséről van szó. És ez azért nem volt ilyen egyértelmű az ottani megnyilvánulások, mint ahogy a bizottsági szavazat tükrözi. Én a magam részéről, mint korábban az egyik intézmény élén megbízott vezetői feladatokat ellátó, mondjuk úgy, hogy tapasztalatokkal bíró személyként elmondtam, hogy én úgy látom, hogy ez az összevonás, ez a gazdasági összevonás a későbbiekben a mindennapi munkát nehezítheti. Én úgy látom, hogy különösen a tévénél dolgozó gazdaságvezetőnek az áthelyezése hozhat magával olyan nehézségeket, ami ott a ott felmerülő adminisztrációs jellegű feladatokat megnehezíti a későbbiekben. Így ezek a fenntartásaim nekem megvannak továbbra is, és azt gondolom, hogy ez a probléma, ez azért is aggályos, azért is megvan, mert a jövőben előfordulhat az, hogy ez a bevétel kiesést okozhat a televíziónak, és mint tudjuk, a bevétel az rendkívül fontos ezeknél az intézményeknél, nem csak a televíziónál, a tévénél is. Igen, az újságnál, köszönöm. Na most formailag akkor mit kell ezen módosítani, mert nyilván kell lenni valami módosító javaslatnak is, vagy hogy lesz ez levezényelve? Ha nekem szól a kérdés? Hát mindenkinek. Varga Imre is gondolta meg a veszítőt. Hogy lesz ez, Imre? Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az alapító okirat módosításának két fontos szerepe van jelen pillanatban. Egyrészt a működéssel kapcsolatos hivatkozások és törvényesség miatt, tehát bizonyos jogszabályok, amik az előző vagy jelenleg hatályos alapító okiratot szabályozzák, már elavultak, vagy más lett a nevük, ezért történt az alapító okirat módosítás, másrészt pedig a belső ellenőri jelentések alapján a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozik. Ezt feladatként kaptam, elkészítettem, így került a képviselőtestület elé. A bizottsági javaslat az volt tulajdonképpen, hogy az egyik az érdemi, hogy a televízió költségvetéséhez jövőre kellene egy plusz félállású státusz, aki ellátja azokat az egyéb feladatokat, amit eddig a gazdaságvezető látott el, tehát a hirdetések, fogadása, nyilvántartása. Mi maradjon ki, hogyha nem akarjuk összevonni? Ja, ha nem akarjuk összevonni, akkor konkrétan mondom. Az előterjesztés harmadik oldalán a gazdálkodási besorolása a jobb sávban, gazdálkodási besorolása a művelési központnál önálló működés gazdálkodó. És akkor kihúzásra kerül, az elvégzi a Hajdúszoboszló Városi Televízió lakodóit. Tehát akkor, az kimarad. Akkor megértettem. És akkor a egybeszerkesztetben a... Ebből következik, hogy több helyen. Ja, ha ez nem, akkor az összes többibe se lehet beleírni. További hozzászólás van-e?
akkor erről külön szavazunk. Ki az, aki azt mondja, hogy ez kerüljön ki innen? Itt a harmadik oldalon a... Most szavazni kell, igen. Mit nem? Arról, hát ki azt mondtam, hogy ki az, aki azt mondja, hogy kerüljön ki innen, de... Nullázd, hát mert későn szavaztam. De így is jó egyébként, mert ezek szerint csak egy ember nem értett, az pont te vagy. Mert hogy 7 igen van és 3 nem. De én azt gondolom, nem, hát egyel kevesebben vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy most megvan az kényelm. Tehát... Tessék? De most nincs már így. Felteszem, hát, hogy ki az, aki azt mondja, hogy szavazzunk újra. Szavazzunk újra, hát ugyanaz, ki az, aki támogatja, hogy az kikerüljön onnan. Közben valaki még meggondolta magát, de az előbb is. Tehát 8, igen, 3, nem, mert kikerül. Ki az, aki az egészet támogatja? Következik az általános iskolai körzethatárokról szóló előterjesztés. Van-e valakinek kérdése? Ki kíván hozzászólni? Radácsi képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, ez most ránk tartozik most már? Egyedi, hogy mondjam, miért döntünk, miért be, hogy már nem is hozzánk tartozik? Gondolom én. Mindjárt válaszolnak a szakemberek. Varga Imre úr. Nem, a lehetőséget. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a törvényi előírások betartásával a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal kérte a véleményünket. És mi, ha elfogadja a képviselőtestület az én általam előterjesztettet, azt fogalmazzuk meg, hogy javasoljuk, hogy egyeztessen a Hajdú-Szoboszlói intézményfenntartó központtal, és ha szükséges, módosítsa. De mi nem kívánunk beleavatkozni ebbe a munkába. Igen, köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja az elő? Még Radácsi képviselő úr jelenkezett, igen. Tessék parancsolni. Arra úrnak kérdez, mi a garancia erre, hogy egyeztetés lesz ebben? Semmi garancia. Mi ezt csak javasolhatjuk, mivel hogy nincs közünk. Köszönöm. Megbeszéltük. További hozzászólás nincs. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Kilenc igen és egy nem mellett elfogadtuk az előterjesztést. A következő a Városgazdálkodási ZRT átalakításáról szóló előterjesztés. Kérdése van-e valakinek? Kíván-e valaki hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tíz igen, nem és tartózkodás nélkül. A hatost kihagytunk. Következik a hetes. Harsány István elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester, tisztelt képviselőtársak, kedves vendégek. A Városfejlesztési Műszaki Bizottság megtárgyalta a Lejer Hungária Kft. Módosítási kérelmét, mely alapján kéri, hogy a munkahelyteremtő beruházásához a építési magasság módosítását biztosítsuk a településrendezési tervünkben. Ezt a bizottságunk egyhangulag támogatta. Igen. Kérdés. Hozzá Majoros Petronák képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Ez egy olyan fejlesztés a város életében és a Lejer cégcsoport életében is, amely Hajdú-Szoboszlón közel 40 új munkahely teremtésével is jár, úgyhogy mindenképpen támogatásra érdemes. Ez egy közel 10 millió eurós beruházást jelent, és
új beton elemek gyártásáról van szó, tehát nem elenyésző, hanem igen jelentős egyébként az új munkahelyek teremtését tekintve ez a 40 létszám. Mindenképpen támogatásra javaslom, és örülünk a fejlesztésnek. Nagyon egyetértek. Jegyző úr, miért kell, hogy van a szavazás? Mind a kettőt meg kell. Már melyik a mind a kettő? A határozati javaslatot meg. Ja, értettem. Külön-külön. Tetszettek hallani, milyen feladatot kaptunk. Ki az, aki a határozati javaslatot támogatja? Igen. És ki az, aki a rendeletet? Egy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el az előterjesztést. 8. napi rendi pont a helyi adókról szóló rendelet. Mi a hely? Valami gond van? Azonnal részen nincs áram. Van így a városban is, egyes részeken nincs. Jó, Rász Tiborné elnökasszony. Pénzügyi bizottság véleményt szeretnék mondani, köszönöm a szót. A pénzügyi bizottság a tegnapi ülésén egyhangulag támogatja a helyi adókról szóló javaslatot. Kérdése kinek van? Majoros Petrinál a képviselő. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Többször átolvastam ezt a rendeletet, de mégis kikívánkozik belőlem a kérdés, amely konkrétan így van, így szól, hogy ha valaki örököl egy ingatlant, és az üresen áll, és abban vendéget nem tart, mondjuk szeretné gyermekének majd átadni, ezután kell-e fizetni építményadót? Igen, a jegyző úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a kérdés az a válasz, hogy attól függ, melyik területen van. A általunk javasolt új körön kívül területeken nem kell fizetni, ha a képviselőtestület a rendelet módosítást elfogadja. Jelen pillanatban kell. Mik azok a körök? Ja, oké, bocsánat. Le van írva. Igen. Tehát tessék, parancsoljon. A képviselőtestület... Azt azért ne sorol. Hosszos lesz. Azért lenne szerencsés, nyilván én el tudom olvasni, de azért lenne szerencsés, hogy ez a lakosság is tisztában legyen azzal. De ez most olyan bonyolult, hogy melyik utcán, melyik oldal, hát ez félreértésekre adott. Én azt javaslom, hogy akit, hogy föltesszük a város, mint ahogy rajta is van, most is a honlapunkon, és megkérjük a kedves szoboszlaiakat, akit ez érdekel, szíveskedjen ott. Ott pontosan látható. Most azt mondjuk, hogy 20 számig, akkor félreértés lesz. Szóval ezt hosszadalmas lenne elmondani. Én megkérem őket, hogy szíveskedjenek megnézni a város honlapjáról. Kíván-e még valaki hozzászólni? Máté Lajos képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, itt a 2. pontban szerepel, hogy a szálláshelyek bizonyos körét érintő július 1-től élő szabály továbbra is fennmarad. Mondjuk szerintem ezt a részét a turisztikai bizottságnak nem álltott volna tárgyalni, mivel ez azokat a szálláshelyeket, szálláshelyként használt ingatlanokat érinti, amelyek műszakilag nem elkülönültek, ha jól tudom, és itt azért lényeges körülmény, és jó, hogyha az emberek tisztában lesznek vele, hogy a fél évet érintő 50%-os mérséklés, az kiterjed az egész évre. Tehát gyakorlatilag csak a fele után kell majd az adót megfizetni. Ez így egyébként életszerű is, hisz ezek jellemzően olyan lakások, amiket nyári időszakban használnak szálláshelyként az ingatlan tulajdonosok. Csak ennyit szerettem volna köszönni. Igen, és ezek a bevezetett módosítások, ezek kedvezményekről szólnak. Csökken az adózók száma. Tehát szó sincs adóemelésről egyáltalán. Nem látok több hozzászólót. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Ki
9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás, mert elfogadta a képviselőtestület. Következik a 9. napi rendi pont, szociális rendeletek módosítása. Kungliné Dede Erika. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Azzal a kéréssel fordulnék önökhöz, hogy az előterjesztés 4. részében a helyi szociális rendeletünk szociális temetésről szóló paragrafusán szeretném kivenni a rendeletmódosításból, ugyanis a szociális temetés bevezetésének határidejét kedden az országgyűlés elfogadta és elnapolta. És ennek enélkül, a paragrafus nélkül szeretném a tisztelt képviselőtestületet kérni, hogy tárgyalja meg és alkossa meg a rendeletet. Köszönöm szépen. Igen, Rász Tibor, elnök asszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen ez a módosító javaslat már elhangzott. Tehát a pénzügyi bizottság döntése a 7. paragrafuson kívüli részekre terjedt természetesen, és egyhangulag támogattuk a felülterjesztést. Köszönöm. Igen. Kérdések kinek van? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki a 7. paragrafus kivételével, ugye az már nincs itt, támogatja az előterjesztést. Tíz igen és egy nem mellett elfogadtuk. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. Van-e bizottsági? Nincs kérdése, kinek van? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a 11-es napi rendi pont. Kérdés, hozzászólás. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tíz igen és egy nem mellett fogadtuk el. A 12-es napi rendi pont, előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosításáról. Kérdés? Rölecsi képviselő úr. Megint az a véleményem, hogy nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Akkor miért szavazunk róla? Hát, ha most nem szavazod meg, akkor vagy megszavazod, mi változtat az egészen? Semmi. De amit most szavazunk, ahhoz nincs semmi közünk. Jegyző úr. Van. De mondd el, jegyző úr. Hát ez tényleg azt mondom én is, hogy azt mondd el. A vízi közmű szolgáltatást Hajdúszoboszlón is ez a cég végzi, a képviselőtestület, illetve több település képviselőtestületének döntése alapján, ami ez a társulás alapított, tehát benne van Hajdúszoboszlón is. És eddig már több döntés volt ezzel kapcsolatban. Tehát nélkülünk nem megy. És ezek az észrevételek, meg javítások, ezek törvényességiek, tehát nem a szezont, hanem a fazont érint. Igen. Ki az, aki támogatja az előterjesztést?
13-as napi rendi pont, itt 10 igen van és egy tartózkodás, a 13-as napi rendi pont következik. Kocsis Róbert, elnök úr. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalt a napi rendet, és a Bocska István Múzeum és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda között létrejött megállapodásra vonatkozó előterjesztés 4 igen szavazattal támogatta. Igen. Kinek van kérdése? Ki kíván hozzászólni? Marosi György képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. Meg fogom szavazni és értem is ezt az előterjesztést, csak nekem egy olyan technikai jellegű kérdésem lenne, ez már többször felmerült bennem, hogy a gazdálkodás ennek a két intézménynek hogy került egybe? Úgy profililag nem függ, úgy azt értem, hogy közel van a két intézmény székhelye, hogy ez volt az, vagy mi miatt, hogy mondjuk miért nem a műfáznál van pont ez, és miért az óvodánál, ezt úgy nem értem, de nem is tudom, hogy ezt most mindenkinek kéne feltennem, mert nem tudom. Mert hogy nem látok igazítást. Pusztába kiáltott szó maradt. Lőrinc László főkönyvelő. Feltűnt a pusztában. Tisztelt képviselőtestület. Végül is a gazdálkodási feladatok ilyen formán való tulajdonképpen hasonlóak intézmények vonatkozásában. Jelen pillanatban azért került ehhez az intézményhez, mert hogy volt olyan szabad könyvelői gazdasági kapacitásuk, hogy létszámváltoztatás nélkül, tehát növelése nélkül ezt a feladatot az intézménybe el tudják végezni. A későbbiek során esetleg átgondolandó az, hogy esetleg a Hajdúszoboszlói Intézmény Működtető Központhoz kerüljen ez a tevékenység. De? Bocsánat. Köszönöm szépen. Nyertünk egy pályázatot a SOK között, ami önkormányzati szervezetfejlesztés államreform operatív program, és a jövő év folyamán minden közszolgáltatási terület, hivatal, intézményműködtető központ is a önkormányzati intézmények, illetve a városgazdálkodási ZRT kapcsolódik részben szakvéleményezésre kerül ebből a pályázatból, és év végén a választást követő új ciklus testülete kap erről bőven anyagot ezekről a területekről, és az lesz az a pillanat, amikor majd érdemes az egész önkormányzati szervezeti rendszert ennek alapján átgondolni, és ha kell, akkor változtatni rajta. Igen, kívánne még valaki szólni, kérdezni? Nem? Ki az, aki ezt az előterjesztést elfogadja? Igen, nem tartózkodott, és nem is szavazott nemmel senki. Előterjesztés nyersanyagnormák meghatározásáról, térítési díj. Igen, Rász Tiborné elnökasszony. Pénzügyi bizottság véleményt szeretnék tolmácsolni. A pénzügyi bizottság a tegnap ülésén ezt az előterjesztést is megtárgyalta a igen csekély értékű 5-3%-os nyersanyagból van, ennek is támogatja. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Ki az, aki elfogadja az előterjesztést? Tíz igen és egy tartózkodás, mert fogadtuk el a 15. napi rendi pont. Ha jól láttam, valahol kiosztották, hogy 1 millió forint? Igen. Akkor oda 1 millió forintot kell mindenkinek behelyettesíteni. Kérdése van-e valakinek? Radácsi képviselő. Polgármester úr, tisztelt képviselő, de ilyen alapon más cég vagy vállalkozási társulás nem kért volna támogatást, mint a Köse-RT például, mert más is ért ilyen asszály, meg éjverés, meg minden, és csak kimondottan vállalkozó, vagy nem tudom, hogy hívják most ezt. Ők ért ennyi támogatást?
indoklást szeretnék bővebben egy cseppet. Igen, tessék parancsolni. Tisztelt képviselő úr, más gazdasági társaság nem fordult az önkormányzathoz ilyen kéréssel. Én azt gondolom, hogy a számunkra rendelkezésre álló információ alapján azért az elmondható, hogy talán a Kösely ZRT-t érte talán a legnagyobb kár a augusztus 10-i jégverés során. Tehát igazából itt nem is a szájkáról, vagy nem is a szájkár, inkább azt mondanám, hogy fagykáról volt szó még októberben, de itt elsősorban az augusztus 10-i jégveréshez kapcsolódóan szükségessé váló lerakáshoz kér segítséget a Kösely ZRT. Természetesen a indokait kifejtette a cégnek a vezérigazgatója írásban. Ugye elmondta, hogy egyik legnagyobb foglalkoztatója a Hajdúszoboszlónak, egyik legnagyobb adófizetője, ez is tény. A mai 1 millió forint végül is a módosított határozati javaslatban azért került kiosztásra, hiszen tegnap a pénzügybizottsági ülésen észrevételként elhangzott, hogy nincs meghatározva a javaslatban ennek az összege, mivel a kérelmező maga sem határozta meg az igényét. Én a tegnapi nap még este folyamán felvettem a kapcsolatot a Szabóra, és a ma délelőtt folyamán faxon megküldte az 1 millió forintra vonatkozó időzőjel igényt, ha lehet ezt tényleg igénynek mondani. Tehát azt gondolom, hogy a Kösely ZRT mindenfajta támogatásnak tud örülni, amit adott esetben az önkormányzat tud nyújtani. Igen, tehát itt a faxban meg is határozta a vezérigazgató úr, hogy csak a pala megsemmisítése, ugye, ami a jégverés során megsemmisült, annak 7 millió forint a költsége. Igen. Radácsi képviselő úr. Polgármester úr, tisztelt elérhető. Ez precedens nem fog teremteni egyéb ilyen dolgokra, mert ez én megértem, meg is fogom szavazni. De ez precedens értékű lesz azért. Én nem, ez az indoklás nekem ez még most is kevés ahhoz, hogy meg fogom szavazni, de ebből ne csináljunk ilyen dolgokat, hogy... Reméljük, ég nem lesz ez, akkor nem lesz precedens. De akkor más is jelentkezhet, de máshol is volt hírjében, és bocsánat. Itt ők most elkapták a fonalat, ügyesen csinálták, meg is fogom szavazni, de ez nem helyes dolog, amit most művelünk. Igen, köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt a kérelmet? Nyolc igen, egy nem és két tartózkodás, mert elfogadtuk a kérelmet. 16. napirendi pont, a polgárőrséggel kötendő együttműködés. Igen, a napirendelőről az kicsoda? Jó, ja, parancsolj! Tisztelt képviselőtestület, annyit szeretnék hozzátenni, hogy sajnos az egyesület elnöke munkai elfogadtsága miatt nem tudott jelen lenni az ülésen. Te húzni egy aranyember vagy. Azonban az elnök úr kifejezte teljes egyetértését a megállapodás szövegével kapcsolatban. Rendesen ember. Igen, köszönöm szépen. Kérdés? Hozzászólás? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a 17. napirendi pont, szolgálmi jog létesítéséről. Harsány elnök úr. Köszönöm szót. A Városfejlesztési Műszaki Bizottság egyhangúan támogatta a szolgálmi jog létesítésére szóló előterjesztést. Igen. Kérdése kinek van? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Kilenc igen és két tartózkodás mellett fogadta el a képviselőtestület. 20. napirendi pont előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
Kérdése van-e valakinek? Ki kíván hozzászólni? Radácsi képviselő úr. Én úgy gondolom, hogy látva például a megyeszékhelyen történt bonyodalmakat, én úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadnunk, mert úgy járunk, mint ő. És semmiféle erőlépés nem lesz. Igen. További hozzászólás. Ki az, aki tudomásul veszi ezt az előterjesztést? Tíz igen és egy nem mellett fogadtuk el. Előterjesztés a 2013 év választókerületi felújítási munkák többletköltség igényéről. Harsány elnök úr! Köszönöm a szót, a Városfejlesztési Műszakbizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangon támogatta a határozati javaslatot. Igen. Rász Tiborné elnök asszony. Pénzügyi bizottsági véleményt szeretnék tolmácsolni. A pénzügyi bizottság egyhangulag támogatja a határozati javaslatnak azon részét, és természetesen az egész határozati javaslatot, amelyben 314.236 forinttal több lett a kiadás, és ez pedig az általános tartalék kerültől szavazzon a testület. Ezt kérem a bizottság nevében. Köszönöm. Igen. Radácsi képviselő úr. Polgármester képviselő társaim, én meg fogom szavazni, csak ennek a lerendezése egy kicsit faramuszi módon történt. Még egyszer megszavazom, de én kérem, hogy a legközelebb ilyen dolgok lesznek. Azért vonják már meg a helyi képviselőt is, hogy mi a vélemény erről a változtatásokról. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el az előterjesztést. Következik a képviselőtestület 2014. évi munkatervének meghatározása. Kérdése van-e valakinek? Kíván-e valaki hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során hozott döntésekről. Kérdés? Hozzászólás. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tíz igen és egy tartózkodás mellett fogadtuk el. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Máté Lajos képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Én csak két dologra szeretném felhívni a figyelmet, mert nem biztos, hogy a lakosság értesült róla, de tényleg lényeges turizmust érintő a Hajdúszoboszló, a szállás.hu által meghirdetett versenyben a legkedveltebb magyar település díját nyerte el. Megjegyzem, torony magasan. Mindemellett a néhány nap különbség volt a két esemény között. A helyi Tédem szervezetünk által üzemeltetett hajdúszoboszló.hu immár turisztikai portál pedig NIVO díjat kapott. Ez mind a két esemény olyan jelentőségű, hogy a Turizmus RT Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának évvégi záró rendezvényén is elhangzott. Konkrétan az a mondat is, hogy gyakorlatilag Hajdúszoboszló viszi hátán a észak-alföldi régiót, turisztikai régiót. Én rendkívül örülök ennek a nagyon szép eredménynek, és annak is, hogy nem lett igaza
annak vagy azoknak, akik itt az év elején mindenféle rossz irányról próbálták a képviselőtestületet és ezen keresztül a közvéleményt is befolyásolni. Örülök ennek az eredménynek, gratulálok mindazoknak, akik nekedben része volt, és további jó munkát és sok sikert kívánok Hajdúszoboszló turizmusáért dolgozóknak. Köszönöm. Mi is köszönjük szépen. Kocsis Róbert képviselő úr. Máté Lajos képviselő úr hozzászólása indított a reagálásra. Mindig is úgy volt, hogy Hajdúszoboszló vitte a hátán az észak-alföldi regióturizmusát. Ez már akkor is úgy volt, amikor én voltam az észak-alföldi regionális idegenforgalmi bizottság elnöke. Ezt polgármester úr is meg tudja erősíteni, gondolom, mert ő is többször tagja volt ennek a régiumnak. Én arról szeretnék érdeklődni, hogy lehet az, hogy nyilván ez egy szép eredmény, hogy Hajdúszoboszló egy 10-es lista első helyén van, de én itt a lista összeállítóinak a szempontrendszerére lennék kíváncsi. Ugyanis például ebben a listában nem szerepel Hévíz, akivel mi ugye legtöbbször konkurálunk a vendégészakák tekintetében. Viszont Gyulát megközelíti a kevéssé ismert Csesznek nevű település, ami valahol a Dunán túlon van, talán a Bakonyban. Egy vár. Úgyhogy, hogy ne legyenek ennek az elismerés, ezek a nyilván rangos elismeréssel kapcsolatban ne legyenek aggályaim, esetleg képviselő úr legyen szíves, avasson be ennek a pontozási rendszernek a részleteibe, hogy is alakulhatott ez így. Ha erről tud valami többet, ha nem tud, akkor úgyis jó, nyilván. Most én tényleg nem értem ezt a kérdést felvésár. Most nagyon elkezdjük már szomorkodni, hogy nyertünk egy ilyet. Ezt magyarázzuk már meg, hogy miért voltak mások jobbak, vagy miért lennének mások jobbak. Hát örüljünk, hogy kaptunk egy díjat. Természetesen nem kell túlzásba vinni ennek a jelentőségét. Ez egy jó marketing eszköz. Nem is mondott itt a Máté képviselő olyat, de hát most beleessünk abba a hibába a végén, hogy majd azt keresünk, hát igen, de hát mi örüljünk neki, nem nekünk kell ennek a rendszernek a esetleges gondjait, problémáit ecsetelni. Mi kaptunk egy szép díjat, éljünk azzal a lehetőséggel, hogy egy évig az ország legvonzóbb turisztikai települése Hajdúszoboszló, te most Robi, meg akarod magyarázni, hogy de miért nem jó ez? Hát dehogy nem, hát olyat kérdezel tőle, hát örüljünk neki. Hát én... Csak kérdeztem, hogy... Megkérdez egy szünetbe a kávé mellett, az kész, hát... Jó, hát hát én nem tiltom, csak valahogy én nem tudom, olyan furcsának tartom, hogy most... Egyébként nem hiszem, hogy tud rá választ adni, mert a zsűri meg a közönség szavazata alapján történt. Lehet végig, és én nem tiltom. Tessék, Máté Lajos képviselő. Szóval Hévíz azért nincs rajta, mert nincs az első tízben, de hát nem fáj ez ennek, hogy nekem ennyire. Hát tegyük be, akkor annyira fontos. Tegyük be. Ha képviselőnek jobban tetszene, akkor tegyük, akkor legyen ő az első. Hát nevetséges. Szóval... Nekünk kell ezt szóvá tenni, akármi is történik. Egy dolgot még szeretnék hozzáfűzni, ami elhangzott a Turizmus RT beszámolóján, hogy október végi adatok szerint Hajdúszoboszló egy olyan 6-6,5%-os növekedésben van vendégészek a számok tekintetében, és az gyakorlatilag leképezi a észak-alföldi régió számait is. Ami azt jelenti, hogy a régióban nincs olyan település, amelyik átlagon fölül teljesítene. Úgyhogy Szoboszló tényleg jól teljesít, én ennek rendkívül örülök, és mondom még egyszer annak, hogy
hogy nem lett igaza azoknak a... hát nem is tudom, hozzáértőknek, idézőjelben, akik itt Hajdúszoboszló rossz hírét próbálták kelteni, és a teljesítményét próbálták erodálni. Én nem lehetek és mondjuk felelősségről, hogy miért nekünk adta ezt a címet? Kérdezem, most kivel van a szó? Mert... Nálad van, én szerintem ezt adjuk, ahol nincs ennek. Köszönöm, akkor átadom. Így, nagyon helyesen teszed. Nagyon helyesen teszed. Én azt gondolom egyébként, hogy egy cím az mindenképpen jár Hajdúszoboszlónak, ezért mi tettünk. Nem kell természetesen ennek a jelentőségét túlértékelni, van itt bőven mit tenni az idegenforgalom területén is, de hát azért nem a mi dolgunk, hogy ennek a címnek a megalapozottságát, egyébként én megalapozottnak tartom kétségbe, mondjuk a mi szánkból furcsánhat ez, mi örüljünk neki, hogy kaptunk egy ilyet, és más kihasznál ennél kisebb címeket, használjuk ki, aztán hirdessük, hozzunk ide minél több vendéget, olyan címszalat, hogy ez a legvonzóbb magyar település. Gyuri, akarsz még? Igen, én csak szakmára nem szeretem volna ezt. Tehát az én tudomásom szerint ez a szavazás az úgy történt, hogy akik a szállás.hu internetes foglalási rendszeren keresztül foglaltak, ők nekik volt ilyen lehetősége, hogy szavazhatnak településekre. És mivel volt egy szakmai zsűri is. Így van, de végül is a Facebookon is ment ugye a felhívás, hogy szavazzanak a legnépszerűbb magyar településekre, és ugye akiknek regisztrációjuk van a szállásponton, ők szavazhattak. Innen adódik, hogy ez nyilván nem egy reprezentatív felmérésen alapult az a felmérés, ez kétségtelen tény, hanem a szállásfoglalók között alakult ki ez a vélemény. És én láttam, elsősorban. EB támogatta. Jó. Na, akkor most még arról nem szavaztunk, hogy tudomásul vettük a polgármesteri tájékoztatót. Ki az, aki tudomásul veszi, és akkor tartsunk egy kis szünetet utána. De én tisztában vagyok vele, hogy mi van, meg mi nincs, de ez a jogom megvan, hogy szünetet tartunk. Hölgyeim és uraim, a testületi ülés folytatjuk, a képviselőtestet határozatképes. 20, illetve hát, amit most kiosztottunk, a Szépernő Középiskolai Kollégium magasabb vezetői megbízásának véleményezése. Van-e valakinek kérdése? Kíván-e valaki hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Nem támogatta, nem kapta meg a szükséges többséget. Következik a 25-ös napirendi pont. Válasz egy interpellációra. A képviselő azt, hogy nem tudom megkérdezni, mert nincs jelen. Így szavazunk. Ki az, aki elfogadja ezt az interpellációt, valót választ? Kinek van? Mi a helyzet? Erem? Igen. Nem kapta meg, tehát... Kérdések, megvan. Kérdések vannak. Tehát kinek van kérdése? Nincs. Ki kíván interpellálni? Kanizsai György képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Én a Hajdúszoboszló egyetlen közkútjá, illetve gyógyvizes közkútjáról szeretnék interpellálni méghozzá. Abban az ügyben, mivel körzetileg ez a terület az én hozzám tartozik, viszont három körzet lakói használják ezt a három közeli körzet lakói, persze a város más részéről is természetesen hordják onnan a gyógyvizet. Én azt gondolom, hogy az ottani állapotok mára már elavultak, több szükséges fejlesztés kellene ott létrehozni, az én gondolataim szerint, mint például a víznek a elosztása, legalább két vevőhelyre bővítése, nyilván a nyomástól függ, hogy kettőnél többet esetleg elbírna, de azt gondolom, hogy kettőt el kell, hogy bírjon, ezzel le lehetne csökkenteni az ott lévő várakozási időt. A minuszokban sokszor a gyerekek is
ki vannak küldve vízért, vagy el vannak engedve, hogy hozzanak vizet, és bizony a várakozási időt ezzel lehetne csökkenteni. De gondolok itt arra, hogy akár kerékpár távlót lehetne oda létesíteni, vagy magát a vevőhelyet akár valamilyen módon lefedni, tehát kialakítani ott egy kultúrát, vízvevőhelyet. És azt gondolom, hogy erre az egy hónap múlva esedékes testületi ülésen kellene visszatérni. Én szeretném, hogy addigra készüljön el egy olyan nagyjáboli tervezés, amely az általam elmondottakat, esetleg ezeket mások olyan ottani fejlesztésekkel kiegészítve elénk kerülne, hogy a költségvetésig ezt megkapnánk, és akkor a költségvetésnél akár ezt a néhány százezer forintot, vagy akár maximum egy ilyen 1 millió forintot el tudnánk különíteni. Én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van. Régóta mondják már ezt az ott lakók, a környéken lakók, vagy a vizet vételező hajdúszoboztói emberek, hogy mostanára már ez a környezet ott elavultá vált, úgyhogy én ezt kérném az irodától. Igen, Gyöngyi. Megbeszéltük. Ki kíván még interpellálni? Kocsis Róbert képviselő. A Kösejátével kapcsolatos napirend is indíthatna az interpellációmra, de igazából a nyári jégverés indít arra, hogy megtegyem ezt a javaslatot, miszerint arra azt szeretném kezdeményezni, hogy a polgármesteri hivatal illetékes irodája nézzen annak utána, hogy a város számára van-e lehetőség pályázati úton vagy egyéb úton hozzájutni egy úgynevezett jégágyúhoz, aminek a felállításával elejét lehetne venni a ilyen jellegű katasztrófát eredményező jégveréseknek, ami ugye augusztusban volt. Erre van példa, hogy ilyen működik, például a Derecskei almatermesztő cég használ ilyet, viszonylag egyszerűen kezelhető technikáról van szó. Nyilván ennek megvan a maga költsége, ez én információim szerint több 10 millió forint egy ilyen berendezés, de pályáztak ők is a beszerzésére, és eredményesen használják. Úgyhogy én arra kérném a irodát, hogy járjon ennek utána, nézzük meg, hogy hogyan lenne lehetséges egy ilyennek a telepítése. Én azt gondolom, hogy mind a mezőgazdaság, mind a városlakók, illetve a város maga szívesen venné annak, hogyha egy ilyen berendezéshez hozzájutnánk. Szerintem ezt üzemeltethetné a Városgazdálkodási Részvénytársaság, telephelye lenne hozzá, ahova ezt el lehetne helyezni, és akkor ilyen katasztrófa, az ilyen jellegű katasztrófa helyzeteken lehetne enyhíteni a jövőben, mint ami sajnos nyáron előfordult. Köszönöm. Igen, köszönjük szépen. Bejelentése kinek van? Nincs. Az ülést lezárom. Ja nem, van egy napirend, amit fölvettünk a napirendek közé. Nem szavaztunk az iskola igazgató. Szavaztunk? Igen, az rendben van. Jaj, öregszem. Tehát akkor minden képviselőtestületi anyagot megtárgyaltunk, az ülést bezárom. Kellemes karácsonyt kívánok minden képviselőtársamnak és minden városi polgárnak, mindnyájunk nevében. Köszönöm szépen.